Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket, Deák László evangélikus lelkész vagyok, és önök a Kút című műsort látják itt a Pax TV-ben. Mindazok, akik az elmúlt héten velünk tartottak, azok láthattak egy beszélgetést az Örömhír iskolának a vezetőségével. Itt volt nálunk az igazgatónő, és itt volt az iskola lelkész, és két bejátszáson keresztül, kisfilmen keresztül még jobban megismerhették az iskolának az életét. Ebből is látják a kedves tévénézők, hogy így a negyedik évadnak az elején mennyire hangsúlyos az Örömhírnek a továbbadása itt a műsorban is, akár zenében, akár bizonságtételekben, beszélgetésekben, és ezt fogjuk ma is folytatni. Egy műsor szempontjából történelmi pillanat következik, hiszen egy nagyon pörgős műsort láthatnak a kedves tévénézők, hiszen 9 vendég is lesz ma, és ami összeköti őket, hogy mindannyian keresztény pedagógusok, és az előbb említett iskolának a munkatársai. Mindegyiküktől azt fogom megkérdezni, hogy mit jelent ma keresztény pedagógusnak lenni, és hogyan jutottak erre a döntésre. Mielőtt belevágnánk, szeretettel hívom fel a tévénézőknek a figyelmét, hogy a mai egy felvett adás, tehát kérem, hogy ne telefonáljanak, de ha bárki szeretné elmondani a véleményét, vagy kérdése van, vagy akár az iskola életét szeretné jobban megismerni, akkor az e-mail címünkre a kutpaxtv@gmail.com e-mail címre írhatnak, és én ígérem, hogy minden e-mailre válaszolni fogunk, és ami pedig az iskola életével kapcsolatos, azt továbbítani fogom az iskolának a vezetése felé. Legyen az Isten áldása ezen a mai beszélgetésen, és így várjuk a képernyő elé mindazokat, akiknek a gyermeke az iskolás, általános iskolás, azokat, akik pedagógusok, azokat is, akik keresztény pedagógusok, vagy akik egyáltalán érdeklődnek az iránt, hogy mit jelent ma keresztény pedagógusként egy iskolában szolgálni. Így köszöntöm először első két vendégemet, két hölgyet, egyrészt Dunai Ildikót, másrészt pedig D. Kékesi pap Máriát. Isten hozott titeket, és köszönöm, hogy voltatok olyan bátrak, hogy fölvállaltátok, hogy ti kezditek ebből a nagy csapatból a beszélgetést. Át is adom gyorsan a szót, Ildikó, téged kérdezlek először, hogy hogyan találkoztál az Istennek a szeretetével, hogyan élted át az ő elhívását, hol és mint történt mindez? Én nem keresztény családból származom, felnőtt koromban tértem meg. Egy ismerős hívott el a Biblia szól gyülekezetbe, és ott tértem meg. És hány éves korodban? Hát 23. És akkor pedagógusként dolgoztál? Igen, akkor már volt egy diplomám, tehát már akkor megvolt a pedagógus végzettségem, akkor utána kezdtem el itt tanítani később. És akkor korábban tanítottál állami iskolába is? Tanítottam állami iskolába, igen. Teljesen más volt a kettő. Tehát ott nem lehetett Istenről beszélni, és ott teljesen mások voltak a gyerekek, és teljesen más volt a légkör. És mennyire voltál te magad más ebben az egészben? Te voltál más, vagy a környezet? Vagy hogy élted ezt meg? Én úgy gondolom, hogy én ugyanaz voltam, mert Isten bennem élt már akkor is, és ugyanúgy imádkoztam már akkor is a gyerekekért, meg ez most továbbra is így van ebben az iskolában. De akkor úgy nehezebb volt, mert a környezet nem támogatott ebben. Tehát így kicsit olyan magányos harcosnak éreztem ott magam. És nem voltál az iskolában egyetlen másik keresztény pedagógus sem? Nem olyan hosszú ideig tanítottam ott, én igazából ez így nem derült ki. Abban, amit most hallottunk, és Ildikó elmondott, van egy nagyon nagy biztatás, méghozzá az, hogy nem feltétlenül kell keresztény iskolában tanítani ahhoz, hogy az ember imádkozzon a gyermekeiért. Ez keresztény pedagógusként megteheti egy állami iskolába is, hogy imádkozik azokért, akit az Isten rájuk bízott. Mária, ha jól tudom, te sem keresztény családból származol. De én olyan kívánságos vagyok, igen, hogy én egy keresztény, egy baptista családban nőttem fel. Igazából az édesanyukám volt hívő, úgymond a családban, aztán majd édesapám is követte. Én együtt jártam anyukámmal a baptista gyülekezetbe 6 éves koromtól kezdődően, és nagyon élveztem, nagyon jó közösség volt. Aztán a szívemben volt mindig, hogy tehát szeretem a gyerekeket, és valamikor majd felnőtt leszek, akkor pedagógus szeretnék lenni. Igazából én Szegeden tanítottam évtizedeken keresztül egy nem keresztény iskolában.
nyilván össze tudom vetni egy keresztény és egy nem keresztény iskolában, hogy mi a különbség. De már ott a szegedi nem keresztény iskolában, már ott Isten így indított, hogy azoknak a gyerekeknek is közvetítsem a szeretetet. Van ez az igevers, hogy minden dolgotokat szeretetben tegyétek, és igazából bennem ott volt Krisztus szeretete, és így tulajdonképpen csak imáim voltak, hogy Isten vezessen majd egy keresztény iskolában. És imáim meghallgattattak, és igazából én 10 éve dolgozom keresztény iskolában. És mit jelent nektek az, hogy a környezetetekben, akikkel együtt dolgoztok, ők is keresztények? Igen, ebben a légkörben teljesen más, mert szeretet van, öröm van, elfogadjuk egymást úgy, ahogy vagyunk Krisztusban, tehát látjuk egymás értékeit, kegyelemben állunk tulajdonképpen, és teljesen más az, amikor az ember nem ismeri ezt, hogy mi az, hogy kegyelem, hogy tényleg csak így láthatom őt olyannak, amilyen, és elfogadhatom. És olyan szabadságunk van ebben, és együtt tudunk működni. Olyanok vagyunk, mint egy család, mint egy otthon, és segítség, tehát hogyha szükségünk van segítségre, akkor ott vagyunk egymásnak, hordozzuk egymást imában. Tehát teljesen más a légkör, összehasonlítva a másikkal. Ott azért úgy indultam iskolába, hogy volt egy kis félelem, hogy mi lesz akkor, hogyha nem úgy tudok teljesíteni, vagy hogyha nem lesz, nem tudok olyan intenzíven, nem tudok olyan lelkesedés volt benne, mert mindig is nagyon szerettem a gyerekeket, tehát hogy imádtam ezt a munkát tulajdonképpen. És már mivel, hogy Isten Krisztus bennem élt, a szívemben élt, tehát mindig hordoztam ugye a szívemben, úgyhogy nem. És mi az, és most Ildikó, téged kérdezek, mi az, amit a gyerekek szerintetek éreznek ebből, ha belépnek az iskolába? Majd a pedagógusoknak ez milyen sokat jelent, ezt elmondtátok. A gyerekek is érzik mindezt? Én remélem, hogy igen. Érzik azt, hogy szeretjük őket, hogy biztonságban vannak, nem fogjuk őket sohasem kicsúfolni, vagy megvetni azért, ha valami olyasmit tesznek, hanem szeretjük őket, bátorítjuk őket, imádkozunk értük. Az elmúlt héten erről már volt szó, de nem biztos, hogy mindenki látta azt az adást. Ha arról mondanátok így az adás elején még néhány mondatot, hogy a hozzátok jelentkező gyerekeknek mekkora része az, aki keresztény közösségbe jár, és mekkora, aki nem, és feltétele az, ha valaki jelentkezni szeretne, hogy egy keresztény háttérből érkezzen. Nyilván, hogy örömmel vesszük, hogyha keresztények, de én azt gondolom, hogyha eljönnek egyszer és meglátogatnak bennünket, tehát fogják ők is megtapasztalni azt a szeretetet, amiben tényleg nap mint nap részünk van, és azt a légkört, amiben minden nap vagyunk. Úgyhogy csak igazából el kellene jönni és meglátogatni minket, vagy hogyha nem hívők, akkor is jöjjenek el, és szeretettel várjuk őket. Tényleg mi nagyon örülnénk, hogyha minél több gyerek és szülő ellátogatna, és nekem van egy személyes igém az Úrtól, és ezt most szeretném így elmondani, hogyha lehet. A személyes kijelentést kaptam így az Úrtól, a 2 Timóteus 2:2-ben, hogy amit tőlem hallottál, sok bizonyság által, azokat bízd hívő gyerekekre. Emberekre szól az ige, de nekem így szólt, hogy gyerekekre, és akik mások tanítására is alkalmasok lesznek. Mi vetjük a magot, tanítjuk őket, és szeretnénk, hogyha ők is ugyanúgy ezt továbbadnák. És mi tényleg nagyon lelkesek vagyunk ebben, és nagyon szeretünk ebben a légkörben, és Istennek legyen hála, hogy ilyen helyen lehetünk a mai világban. És azt hiszem, hogy a világnak szüksége van erre. Mindenki vágyik szeretetre, és ilyen iskolára, mint a miénk. Úgyhogy hálás vagyok.
Mindenért. Néhány héttel ezelőtt Szabó Balázs volt az adás vendége, és ott egy másfajta misszióról volt szó, hogy mit jelent az, amikor egy átvett iskolába, ahol szinte nincs is keresztény gyermek, megjelenik valaki, és az Isten igéjét hirdeti. Most pedig egy teljesen más modellel találkozunk, amikor az egész iskolában jelen van az Istennek a szeretete. Innen folytatjuk a beszélgetés. Szó volt arról, hogy az egy célotok, hogy a gyermekekre úgy hassatok, hogy ők is továbbadják ezt az egészet. Most egy olyan hölgy fog érkezni, Kitti, aki ennek az iskolának diákként is megtapasztalta a légkörét, majd utána pedagógusként folytatta a munkát. Innen folytatjuk a beszélgetést. Ott fejeztük be előbb a beszélgetést Máriával, hogy mennyire fontos az, hogy azok, akik hallják az evangéliumot, tovább is adják, és említettem, hogy az iskolában dolgozik egy olyan pedagógus, Varta Kitti, aki diákként is oda járt, Isten hozott a műsorba, és ugyanilyen sok szeretettel köszöntöm Novák Rolandot, aki az iskolának a testnevelője, és majd elmondott, hogy mivel foglalkozol az iskolán belül. De Kitti, akkor kíváncsi lennék erre a nagyon érdekes életútra, hogyan alakult a te életed, először az Istennel való találkozásod, milyen volt diákként belépni ebbe az iskolába, és utána hogyan indultál el pedagógusként? Hát mi négy és fél éves voltam, amikor a szüleim megtértek, meg van két bátyám, és így családként megtértünk igazából, és akkor már elkezdtünk a Bibliaszól gyülekezetbe járni, és mondjuk én előtte egy másik iskolába jártam, ami egy fizetős iskola volt, és egy idő után így a szüleim nem tudták fizetni, és akkor kerültem át igazából az akkori még Káris keresztény általános iskolába, és hát igazából azt a pontot mondanám, hogy Istennel így 12 évesen találkoztam, mert hatodikos voltam így fél évkor, amikor át kellett jönnöm. És hát először nagyon, nagyon nehéz volt így az átmenet, mert ugye az összes barátom, az mindenki ugye a másik iskolában volt, és nagyon-nagyon nem szerettem. De igazából nagyon-nagyon jó volt, meg bátorító, hogy a tanáraim folyamatosan szerettek, bár én nem voltam túl kedves velük, meg feltétlenül, vagy az osztálytársaimmal, hogy így tényleg volt egyfajta ilyen kis fájdalmam. És amikor nyáron elmentem a tizenéves táborunkba, akkor teljesen másként jöttem vissza, és onnantól kezdve alig vártam már, hogy kezdődjön az iskola év. Nyolcadik végén már így sírtam, hogy jaj, nem akarok elmenni innen. De Isten így még megajándékozott újabb 3 évvel igazából, hogy még itt tanulhattam, ilyen részben felmentett tanulóként, de itt készültünk fel egy páron. És hát mennyire volt természetes, hogy te is pedagógus leszel? Ötödikes korom óta igazából én testnevelő tanárnak készültem, TF-re, elég rendszeresen sportoltam. Az elmúlt héten láttunk is egy bejátszást, egy kis filmben, ahol a gyerekek így éppen követik a mozgásodat. Igazából az akkori osztályfőnököm így ő ajánlotta, hogy inkább ne testnevelő, hanem tanító legyek. És így, dehogy is. De végül Isten meggyőzött, hogy de tanítónak kell lenned. És akkor így jelentkeztem. És mindjárt meg tudjuk azt, hogy hogyan kerültél vissza az iskolába, de először megkérdezzük Rolandot is, hogy az ő élete hogy alakult, és hogy jutott el idáig, hogy pedagógus lett. Köszöntök én is mindenkit, kedves nézőinket. Én nem olyan rég, nem olyan nagy időtartam az én keresztény életem. Én felnőtt korban tértem meg, mindössze 2 éve. Igaz, előtte többször találkoztam, Isten keresett, többször is megszólított az életben, de 2 éve történt az, hogy egy mélyebb pont, általában ez szokott lenni az életben, és akkor megtértem. És 2 év alatt pedig ide elhozott egészen az iskoláig. És mióta tanítasz itt? Tehát akkor... Itt lassan 1 éve tanítok. Előtte is tanítottam 4 éven keresztül. Voltam más iskolákban, felnőtt képzésben és gimnáziumban is tanítottam. És te milyennek éled meg az iskolának a légkörét? Mi az, amit tapasztaltál? Ami nagyon megérint így hétköznapokban, az, hogy itt az a közös szellemiség, ahol a más iskolákban ezt nem tapasztaltam,
hogy ott egyedül álltam a diák előtt, diák szemében. Itt viszont mint egy csapat állunk kollégáimmal együtt, Isten szellemével, és megvannak a határvonalak, ami jó, és megvan azok a határvonalak, amit már nem engedünk meg. Szóval a testnevelést az biztos tanítasz. Igen. Ezt tudom. Ezt elárom a kedves tévénézőknek, hogy a kislányomnak is, és el is hoztam a testnevelés pólót, ugye ez az, amit a gyerekek hordanak, ezt így megmutatom, mert a feleségem a lelkemre kötött, hogy mindenképpen vigyem haza, mert holnap beírást kap a kislány, ha nem lesz, csak szólok, igazoltam, hogy itt van. Ez egy nagyon, nagyon szép póló. Mi az, amit többletet tudsz nyújtani egy-egy gyereknek? Kialakulnak-e személyes beszélgetések a testnevelés órákon túl? Hogy tapasztalod ezt, vagy hogy éled meg? Igen, kialakulnak. Próbálok nyitni feléjük, mert vannak alkalmak, mikor ugye fel van mentve, egyedül van ott, és vagy valami baja van, és kér felmentést, akkor próbálok velük beszélgetni, megkérdezni a napjait, hogy telik, vagy hogy legközelebb akkor, hogy tudok-e neki segíteni, ha vannak neki problémái. Nyilván sokszor azt mondják, hogy nem, de van, aki igenis kér segítséget kisebb-nagyobb dolgokban. Aha. Amit pedig tudunk nekik adni, az kicsit eltér a másik iskoláktól, amit én tapasztaltam, hogy itt nagyobb a türelem. Hosszabban van az, hogy a visszajelzés részükről, de amikor megvannak azok a határok, akkor viszont nem engedünk tovább. Aha. Hogy türelmesebbek vagyunk hozzá, és kedvesebbek, megértőbbek. És ezt ők van, mikor kihasználják, mert ugye ez gyerekként ezt egyszerű és könnyű kihasználni, a kegyelmet, de viszont tudják, hogy nem jól cselekedtek esetleg, vagy rosszat csináltak. Azt gondolom, hogy egy ilyen beszélgetést a képernyő előtt ülve egészen más, mint itt a stúdióban, de én nagyon remélem, hogy az a szeretet, amit eddig is én itt éreztem a vendégek részéről, ez érezhető a tévéképernyőn keresztül is, és így fordulok vissza Kittihez, ez az izgalmas életszakaszhoz, amikor elvégezted a főiskolát, ugye? És pályaválasztás előtt voltál. Természetes volt, hogy oda mész vissza tanítani, ahol tanultál? Hát igazából bennem fel sem merült, hogy máshova menjek. Ez ilyen nagyon automatikus volt, meg az utolsó évben, az egyetem utolsó évén volt gyakorlat, és akkor ugye a tízhetes gyakorlatomat már ebben az iskolában végeztem, illetve hát így egy ilyen önkénteskedtem, amiben tudtam, akkor segítettem. Aha. Főleg akkor testnevelésnél bebesegítettem. Kérdezek egy nehezet, ha nem mindenkitől, azért teljesen ugyanazt kérdezzem, és csak egy rövid választ szeretnék kapni. Ha valami úton módon az Úristen úgy vezetne titeket, hogy azt mondaná, hogy menjetek el egy állami iskolába, és ott tanítsatok, és egy ilyen nehéz terepen tegyetek bizonságot, akkor ez mit szólnátok? Nagyon nehéz lenne ezután? Hát más lenne, az biztos. Mert hát igazából itt nyilván itt, hogy Roland is mondta, hogy így az egység, hogy így nem egyedül vagyunk, hanem így tényleg így tantestületként. De máskülönben meg így tudnánk így ugyanúgy így Istent szolgálni feléjük. Szóval, hogy egy módon így nekik is szükségük lenne erre ezt hallani. Roland, el tudod képzelni? Hát onnan jöttem. El tudom, mert semmi. Ha Isten úgy gondolja, hogy más területen, más helyen kell lennünk, azt ő nyilvánvalóvá teszi elég konkrétan. Aha. És hát bízunk benne, hogy ő tudja, mit csinál. És mit bíz ránk. Néhány héttel ezelőtt egy vendéggel beszélgettem 2 órát.
ezernyi kérdésem van, és olyan szívesen beszélgetnék még veletek, és remélem lesz lehetőség, hogy visszatérjetek, és folytassuk ezt a beszélgetést. Nagyon érdekelne az is, ahogy Roland, hogy 2 éve mi az, ami történt veled, de most még van néhány vendég, akiket szeretnék megszólaltatni. Én nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, és hát egy iskolánál nagyon jó az, hogyha pedagógusok beszélnek az iskoláról, de mit gondolnak róla a gyerekek? Volt most egy olyan vendég, aki gyerekként is átélte az iskolának a légkörét, most viszont 2 diák fog következni, és velük folytatjuk a beszélgetést. Az elmúlt néhány percben itt volt a vendégünk egy olyan pedagógus, aki ebbe az iskolába jár diákként, és utána tanárként is itt folytatta a szolgálatát. De hát egy iskoláról azért nagyon sokat meg lehet tudni, ha magukat a diákokat kérdezzük meg. A pedagógusokról már hallottuk, már 4-en is elmondták, hogy mennyire szeretnek itt tanítani, és mennyire áldott, és mennyire jó a légkör. És többen elmondták, hogy abban bíznak, hogy mindezt a diákok is érzik, és a diákok számára is fontos. El is jött most 2 diák, akikkel beszélgetni fogok. Egyrészt, hogy érzik maguk alatt az iskolában, másrészt pedig arról, hogy miként zajlik egy napjuk, és abban hogyan jelenik meg akár a hittan, az áhítat, az Istennel való találkozásnak a lehetősége. Így köszöntök nagyon sok szeretettel egy bátor hölgyet és egy bátor fiatalembert, akik eljöttek. Higgyék el, a kedves tévénézők, nem olyan egyszerű ide eljönni egy ilyen izgalmas közegbe. Így köszöntöm sok szeretettel Péter Fai Hannát, és így köszöntöm Zöldi Balást. Isten hozott titeket a stúdióban. Először téged kérdezlek, Hanna, ugye az Örömhír iskolába jársz, mióta? Én már első osztályos korom óta ide járok. Igen, és keresztény családból származol? Igen. Édesapád mivel foglalkozik? Többen lehet, hogy ismerik őt. Lelki pásztor a gyülekezetünkben, és mellett gyermekorvos is. Mellette gyermekorvos. Igen. Tehát ott nál a Bibliaszó gyülekezetben ugye van egy, sokaknak van egy, egy civil foglalkozása is, és mellette lelki pásztorként is szolgálnak. Oké, család, gyermek, tesók? Van 2 nagytestvérem, egy nővérem és egy bátyám, ők is a Kárizba jártak. Aha. És van egy kisugom, aki nemrég született. Aha. És majd ő is ide fog járni, gondolom. Hát, igen, valószínűleg. Jó, mielőtt rátérnénk arra, hogy hogy telik egy napotok, hozzád fordul a Balázs, te mióta jársz ebbe az iskolába? Hát én ebbe az iskolába tavaly december óta járok. Aha, és előtte melyik is, vagy milyen iskolába jártál? A nevét azt nem kell előtte mondani. Egy ilyen világi, rendes általános iskolába jártam. Aha. Vagy a pedagógusoktól megkérdeztem, hogyha volt összehasonlítási alapuk, hogy mi a különbség egy világi és egy egyházi iskola között, én megkérdezem tőled is, bizonyára voltok, hogy átjöttél ebbe az iskolába? Igen, voltok, ha itt kedvesebb tanárok, a diákok, és hát jobban érzem magam. Mi volt a legrosszabb a másik iskolában? Hát, a gyerekek magatartása. Uh-huh. Ott bántottak téged, vagy az órát? Hát igen, bántottak elsőtől fogva, hogy a termetem miatt meg minden, de most már ilyen lepattan rólam. Aha. És itt ezt egyből érezted, hogy teljesen más hát, a hangulat? Aha. És nézzük azt, hogy ha valaki ide szeretne jelentkezni, akkor miben más ez az iskola, mint egy állami iskola? Mondjatok egy pár szót mondjuk a hittanórákról. Hát a hittanórák azok nagyon izgalmasan telnek, mert a tanárunk így szokott hozni diavetítést is, hogy megkönnyítse azt, hogy felfogjuk, és szoktunk játszani jó sokat, és azok is csak így megkönnyítik a dolgokat. Aha. Ezt bizonyára tudják a kedves tévénézők, bár sokszor tapasztalja az ember, nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy azért a hittanoktatás nagyon komolyan alakul és fejlődik, már messze vagyunk attól, amikor ez csak ilyen tantételek betanítása lenne. Valóban nagyon sok mindent felhasználnak a pedagógusok, és ezt örülök, hogy nálatok is így van, amik segítik a Bibliának az üzenetét elmélyülni egy-egy fiatalnak az életében, a szívében, a lelkében. Balázs, te hogy éled meg a hittanórákat? A hittanórák szintén jók, mint a többi órák. Én szeretem. És hagyj kérdezze meg tőled azt, hogy mondjuk egy földrajz, biológia, kémia, nem tudom milyen órán, ott is előkerül valahogy az Isten? Hát, igen, elő szokott kerülni. Tehát nem is bezárva a hittanórába? Nem, nincs bezárva. Aha.
te hogy látod? Hát például történelem órán is szokott az lenni, hogy valahogy visszavezetődünk Istenhez, és az is nagyon jó szokott lenni. Aha. És ezek mellett, a hittanórák mellett, ha jól tudom, vannak rendszeresen áhítatok, ugye? Igen. Milyen gyakran vannak? Minden nap van egy fél órás áhítatunk, amikor hát mindig kapunk egy kis üzenetet, amit így felhasználhatunk a naphoz. Aha. És volt már olyan, hogy valamikor, akár azon a napon, vagy egy-két nappal később egy adott helyzetbe eszetekbe jutott ez az üzenet, és segített megállni valami nehézségben, vagy vigasztalást adott? Hát, volt már, igen. Mi a gyülekezeteteknek? Mi a neve? Rákosmenti Keresztény Közösség. És Biblia szól, ugye? Igen. És ugye azt próbáltam, arra próbáltam rá kérdezni, hogy tényleg szól-e a Biblia. És Balázs, neked volt már ilyen? Hát nekem is volt már egy konkrét példát, most hirtelen nem tudok, de volt már. Aha. Az iskolátoknak az az egyik specialitása, ami azért több történelmi egyház által fenntartott keresztény iskolának is, hogy van az iskolában lelkész, van az iskolának egy lelki pásztora. Most nem feltétlenül csak titeket kérdezlek, hogy látjátok, hogy az osztálytársaitok mennyire élnek ezzel a lehetőséggel? Szoktak beszélgetni, vagy szoktak-e személyes lelki dolgokról, akár pedagógusokkal beszélgetni olyanokkal, akik tanítanak titeket, vagy akikkel jobban megbíztok? Tudtok ezzel valamit kezdeni? Hát vannak osztálytársak, akik tényleg fordulnak a gondjaikkal, akár a tanárokhoz, akár még hozzánk is szerintem, csak hogy egy bátorítást mondjunk nekik. Aha. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mondtál, és ez annyira jó, hogy meg is kérdezem, ez nekem most eszembe se jutott, tehát tényleg nagyon ügyes vagy. Hogy ott vagy keresztény fiatalként, 7 éve jársz ebbe az iskolába, egy nagyon komoly keresztény családból származol, az édesapád egy gyülekezetet pásztorol. És vannak olyan fiatalok, akik ezt tudják rólad, és megkeresnek, és megkérdezik a tanácsodat? Néha szokott lenni, hogy csak egy-egy kérdéssel fordulnak, és akkor abból egy hosszabb beszélgetés is kialakulhat. Ez nagyon jó. Nem hallottátok, mert nem tudott mindenki belenni a stúdióban, de akikkel legelőször beszélgettem, azt mondta az a két pedagógus, hogy azért imádkozik, hogy olyanok legyenek a diákok, akik nem csak hallgatják az igét, hanem tovább is adják. Balázs, hagyd kérdezzem meg tőled is, hogy volt olyan, hogy valamilyen lelki problémával, nehézséggel megkerestél valakit? Hát én igen, kerestem meg engemet is kerestek már meg. Aha. Szóval... És akkor tudtál segíteni mondjuk? Hát, igen. Átélti nagyon sok nehézséget, és az biztos, hogy aki átéli azt, hogy akár csúfolják, vagy bántják, vagy valami, az sokkal inkább meg tud érteni másokat ilyen helyzetben, nem? Hát, attól függ, hogy milyen az az ember, mert hogyha egy ilyen szőrös szívű, kemény ember, az nem. Aha. Biztos, de igen, normális ember, igen, keresztény ember az igen. Aha. Ha most néznek minket, és remélem néznek, viszonylag sokan veletek egykorú fiatalok, és látják, hogy milyen ügyesek és bátrak voltatok, ha ajánlanatok kéne ezt az iskolát, akkor mit mondanátok? Hát én elsősorban azt, hogy nem csak arról van szó az iskolában, hogy Istenről, hanem nagyon sokat beszélgetünk is más dolgokról is, és hát igen, jó a közösség nagyon. Aha. Az osztályon belül is. Nagyon sok szépet mondtak a pedagógusok, de azt gondolom, hogy annál szebbet, amit Hanna így belülről diákként mondott, ennél nagyon nehéz szebbet mondani, hiszen ha az, akikért van egy iskola, egy diák ezt tudja mondani, és ilyen jól érzi magát, azt gondolom, ez nagyon sokat jelent. És azt gondolom, Balázs, neked is sokat jelent, hanem félve, meg rettegve, meg izgulva kell bemenni az iskolába. Te mivel ajánlanád ezt az iskolát azoknak, akik néznek minket? Most nyugodt itt. Kamera néz minket, nem tudom én, remélem sok ezer ember, mit tudnál nekik ajánlani? Hát, jöjjenek és jelentkezzenek.
Biztos nagyon, nagyon jó lesz. Hát jó, igen, jó az iskola is, tanárok, diákok egyaránt, kedvesek. Az utolsó kérdésem, Kitti néni volt itt az előbb, és elmondta, hogy az ő életében egy nyári tábor, amit az iskola szervez, az volt nagyon-nagyon meghatározó. Ti voltatok ilyen táborban? Én pont nem voltam, de voltak az osztálytársaim, osztálytársaink közül többen is, és mondtak róla. Ez nyaranta van, ugye? Igen. És ezt a gyülekezet szervezi. Azt hiszem, igen. Te voltál én? Én nem voltam. Nem voltatok. Akkor megkérdezzük azokat, akik voltak. Én nagyon köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és elmondtátok mindezt, ennyire bátran és ennyire hitelesen, és azt kívánom nektek, hogy ami még van az iskolából, ez a majdnem két év, tudjatok erősödni, hogyha egyszer tovább mentek egy középiskolába, akkor ugyanezt a lelkiséget, ugyanezt a szellemiséget és ugyanezt az örömöt tudjátok vinni magatokkal. Innen folytatjuk a beszélgetést, két pedagógus fog jönni, megkérdezem őket, hogy mit szólnak a gyermekeknek, a fiataloknak a gondolataihoz, és megismerkedünk az ő életútjukkal is. Két bátor fiatal után, újra két pedagógus a vendégem, és velük folytatjuk a beszélgetést, aminek a középpontjában az a kérdés áll, hogy mit jelent ma keresztény pedagógusként szolgálni, és hogyan szólít meg Isten embereket arra a feladatra, hogy gyermekekkel, kicsikkel és nagyokkal foglalkozzanak egy általános iskolában. Amire ez az egész beszélgetés most felépül, ez az Örömhír iskola, keresztény iskola, aminek a pólóját már mutattam, de most újra megmutatom. Budapesten található. A pontos információkat majd látják a kedves tévénézők kivetítve ide a képernyő alá. És eddig is nagyon jó hangulatú beszélgetések, sőt azt mondom, bizonságtételek hangoztak el, és biztos így fog mindez most folytatódni, és így köszöntöm nagy szeretettel egyrészt Kálai Erikát, másrészt pedig török-német Anitát. Isten hozott titeket itt a műsorban. Hadd kapcsolódjunk a fiatalokhoz. Itt voltatok benne, és láttátok mindazt, amit ők mondtak. Mi az, ami erről így eszetekbe jutott? Hogy mi az, amit így jó volt leginkább hallani ebből? Nekem különösen nagyon nagy személyes élmény volt ez, hogy így hallhattam a Hannáikat, mert én tanítom a hittant nekik, és így jó volt egy ilyen pozitív visszajelzés, hogy amit tanítok, az nem hiába való. És ez annyira csodálatos dolog az, amikor egy pedagógus tanítja a tanítványát, és a tanítvány pedig tovább tanítványoz a tanítványát tulajdonképpen, hogy meghallgatják őt, tanácsért fordulnak hozzá, és ez szerintem ez egy nagyon nagy bizonyság, mint pedagógusnak. Ilyenkor éri át az ember, hogy bár igyekszik a legjobb tudása szerint szerkeszteni a műsor, de igazán az Isten szerkeszti, hiszen ezt én nem tudtam, és nem ezért hallottad ezt az egészet, de szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy az Isten így összerakta, hogy egyből tudsz erre reagálni, és azért ez valóban egy óriási öröm lehet hallani, hogy van értelme a szolgálatának. Anita? Hát nekem is öröm volt hallani, mert én is tanítom őket, bár nem a hittant, hanem a földrajzot. Úgyhogy én tanítom nekik a földrajzot, és ez egy pozitív visszajelzés. Én azt gondolom, hogy mint keresztény tanár, az attól igazán keresztény egy tanár, hogy a gyerekekben egy plántát lát, akit, mint az Isten igéje is mondja, hogy egy plánta, ami majd fává nő. És nekünk az a feladatunk, hogy őket segítsük, plántáljuk őket, hogy egyszer csak nagy fává nőjenek, és jó gyümölcsöket tudjanak hozni, hogy fölkészítsük őket az életre, hogy egy olyan keresztény identitást adjunk nekik, és olyan keresztényi nevelést, hogyha kikerülnek esetleg egy világiskolába, akkor ott meg tudják állni a helyüket, ellen tudjanak állni a nehézségeknek, esetleg a kísértéseknek, és ők ezt is tovább tudják az evangéliumot adni, esetleg a világi osztálytársaiknak. Hallottunk két szép hitvallást, de most akkor megnézzük azt is, hogy hogyan jutottatok el idáig, hogyan lettél hitoktató, milyen családból származol, mikor volt a megtérésed, ha erről mondanál egy pár szót. Rólam annyit kell tudni, hogy én nem keresztény családból származom. Nagymamám, aki velünk élt, én vidéki vagyok, vidékről származom, és nagymamám velünk élt, és ő egy református vallású hívő nénike volt, és ő volt az, aki engem hitre vezetett.
aztán így valahogy így elkerültem otthonról, kollégista lettem, főiskolás évek, stb., és akkor jött az életemben egy olyan döntés, hogy én Krisztust választom. Nem mondhatnád, hát igazából az én életem nem mondhatnám, hogy olyan rossz volt, tehát nem voltak rám milyen jellemzőt, hanem inkább kerestem így az élet értelmét, kerestem, kutattam, hogy miért élek, mi az, mi értelme van a jövőnek, és nagyon csodálatos, hogy egy napon így hitre jutottam, és 1993-ban én megtérésre jutottam, és számomra ez egy óriási bizonyság, hogy itt lehetek egy keresztény iskolában is taníthatok, mint tanító, hiszen én 12 évesen én eldöntöttem, hogy tanító szeretnék lenni. Ki is tartottam emellett, aztán csináltam egy nagy varga betűt az életemben, de ez is nagyon jól kerekedett ki, hiszen először a teológiát végeztem el, mikor hitre jutottam, akkor én először is az volt a szívemben, hogy elmélyítsem a hitemet, és így beiratkoztam a pünkösdi teológiára ide Budapestre. Majd így tovább forta a szívemben az a gondolat, hogy én tanító vagyok. És visszakanyarodtam a 12 éves koromra, és Isten ráhelyezte a szívemre azt is, hogy végezzem el a tanítóképzőt is. Így Debrecenben jelentkeztem a teológia befejezése után, és elvégeztem a tanítóképzőt. És miután elvégeztem, akkor kerültem Budapestre, és nagyon csodálatos, hogy Isten így a legjobb iskolába vezetett, és az Örömhír általános iskolában kezdhettem el tanítani. Tehát ez nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ez így további, tehát így vezette az én életemet, hogy egy olyan utat választottam, ami az ő nevét dicsőíti meg, és embereket taníthatok, gyermekeket, akik rám vannak bízva, és taníthatom nem csupán azokra a dolgokra, amik úgy általában amit a pedagógia is megkíván, hanem azon felül, hogy Istenről is bizonyságot tehetek neki. Neked hogy alakult az életed? Ha azt mondod, hogy te is 12 évesen döntöttél. Előbb. Ez nagyon, nagyon érdekes, mert Kitti mondta, jól emlékszem, hogy ötödikes korától tudta, hogy pedagógus lenni. Én 4 évesen tudtam, hogy én. 4 évesen? 4 évesen én mindig. És volt pedagógus a családban? Nem. Nem? Senki. Aha. Akkor meghallgatjuk ezt az érdekes történet. Hát nekem anyukám 89-ben tért meg, de apukám nem keresztény. Én hát gyakorlatilag 89 óta járok gyülekezetbe, de 10 évesen tértem meg, tehát én azóta a gyülekezetben mozgok, szolgáltam is, a berendező szolgálatban. Milyen szolgálatban? Berendező szolgálatban, a gyülekezetben voltam. Ezt értettem, csak ezt mondd egy pár szót, hogy ez a berendező szolgálat? Igen, mi készítjük elő az Isten tiszteletre, tehát mi állítjuk be a székeket, hogy mire megjönnek az emberek, addig szépen rendezett legyen a terem. Én ezt külön köszönöm neked, és elnézést, ez egy kicsit kitérőnek tűnik, de nagyon fontos az, hogy azok, akik minket néznek, azok lássák, hogy az Isten munkájában minden szolgálat nagyon-nagyon fontos. Tehát akár ez, hogy egy olyan környezet várja az embereket az Isten tiszteletre, ahol egyből otthonosan érzik magukat. Tehát én ezt nagyon köszönöm, hogy elmondtad, és erre biztatom a kedves tévénézőket is, hogy ne keseredjenek el, hanem nem tudom, egyből milyen óriásinak tűnő szolgálat van, vagy feladatuk van a gyülekezetben. Az Isten nem azt nézi, hogy mennyire nagy, vagy mennyire látványos, hanem azt, hogy tényleg az ember őszinte szívvel végzi-e. És akkor most zárója befejezve, de ezt fontosnak tartottam, igen? Szóval én 10 évesen tértem meg 95-be. És utána, hát igazából, ahogy mondtam, én 4 évesen, nem tudom, ez nálam sose volt kérdés, hogy mi leszek. Aha. Amikor kicsi voltam, én ilyennel játszottam, hogy volt ilyen plüssállatok, azok voltak a gyerekek, és akkor csináltam magamnak naplót, és akkor volt krétám, és akkor a bútor firkáltam vele. Tehát nálam ez sose volt így kérdés, hanem én azt gondolom, hogy ez egy talentum, amit Isten ad, és ezt munkálja az emberbe. Aha. És aztán amikor elkezdtem az egyetemre, a főiskolára járni, és először mentem, először kellett órát tartani, és azon gondolkodtam, hogy én most vagyok jó helyen, ez az a dolog, amit csinálnom kell. Persze nem olyan egyszerű a dolog, mert amikor lediplomáztam, nem sikerült elhelyezkednem, mert mindenhol túl fiatalnak tartott, túl kezdőnek tartottak, és akkor én elhelyezkedtem teljesen más területen, de mindig éreztem, hogy az nem az én helyem, nem az én székem. Azt gondolom, hogy Isten mindenkinek ad egy széket, ami az övé, és ami az övé, azt nem veszik el tőle.
És három évig dolgoztam máshol, amikor egyszer csak azt mondtam, hogy elég, nekem ez nem az én munkám, és fölmondtam, és nem tudtam még, hogy mi lesz. És ugye kerestem állást, közben elvégeztem egy pedagógiai asszisztensi iskolát is, hogy hát, ha akkor úgy bejutok egy iskolába, és akkor az onnan majd sikerül tanítani. És először én egy világiskolába tanítottam fél évet, és ott föl is vettek pedagógus asszisztensnek, egyszer csak jött a telefon, hogy mit szólnék, ha inkább tanítani vennének föl. Hát természetesen nagyon örültem neki, és nagyon nagy lelkesedéssel mentem. És fél év után mondtam föl ott azon a helyen, és kicsi kétségbe is voltam esve, mert akkor volt azon a nyáron az esküvöm. De úgy voltam, hogy Istenem, te vagy az, aki az én utamat egyengeted, legyen, én rád bízom ezt a terhet. És az lesz, amit te szeretnél. És hála Istennek egy hónapon belül, vagy heteken belül megvolt az, hogy jövök ide tanítani az Örömhír általános iskolába. És ez nagyon nagy bizonyság nekem. Tehát ez nekem egy nagy álmom volt, hogy első osztályom legyen, hogy én tudjam őket nevelgetni. Első osztálytól kezdve is kaptam egy első osztályt, és nagyon szeretem őket, és nagyon jó kis osztály kerekedett belőle. És mellette földrajzot tanítasz, ugye? A 7.-8. Most mindjárt erre visszatérünk egy pillanat. Csak előbb azt szeretném kérdezni tőled azzal kapcsolatban, amit elmondtál, hogy hittant tanítasz, és az már kiderült a beszélgetésből, hogy a gyermekek között van olyan, aki egy nagyon komoly keresztény háttérből érkezik, és van olyan, aki pedig nem. Hogy tudod ezt áthidalni, vagy milyennek látod ezeket az osztályokat? Igen, valóban így látom, hogy az osztályok nagyon vegyesek, hogy nem mindenki úgymond egy szinten, csúnya szóval mondom ezt, hogy egy szinten van a hit területén, de valóban így van, és tényleg nem egy háttérből származunk, különbözőek vagyunk. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy Isten igéje mindenkihez szól. És ebben hiszek, és hiszem azt is, hogy van jó szív, és ez a szív pedig fogadja Isten igéjét. És úgy próbálom meg felépíteni az óráimat is, hogy szóljon azokhoz a gyerekekhez is, akik már érettebbek a hit területén, és olyanokhoz is, akik kevésbé, és akiknek szükségük van erre. Minden óra végén imádkozunk a szükségekért, meg is szoktam kérdezni, hogy mi az a dolog, amiért most személyesen, ha szeretnéd, imádkoznánk. És ez olyan jó, hogy ez mindig így elhangzik, és a gyerekek mondanak is kéréseket. És természetesen így bátorítom őket az Úr útján való járása. És hetente hány hittanórája van a gyerekeknek? Egy. Egy hittanórája. Igen, minden év folyamon egy. Igen. És akkor itt abszolút a egész Bibliát, meg bibliai történeteket meg ismerik a gyerekek? Nem igazán. Változtak a gyerekek, és én úgy építettem fel ezt, és a tananyag, magát a tanmenetet is, hogy a gyerekekhez szóljon, a 21. században élő gyerekekhez. Például 7. osztályban az érzelmekről van szó, az érzelmek, és ez hihetetlen. Egy komoly téma. Igen, ugye a kislányom 8-os. Igen, és így külön veszük a haragot, külön veszük az agressziót, ami majd a következő alkalommal tanulunk, és nagyon-nagyon érdekli a gyerekeket, nagyon-nagyon aktuális téma. Nem mindegy, hogy hogyan kezeljük az érzelmeinket. Sokszor látom, hogy nincsenek tisztában az érzelmeikkel, hogy ez most miért történik, miért van ez, mit csináljak ezzel az érzelemmel, hogyan kezeljem, mit mond Isten igéje, a Biblia, mi az üzenete. Igeverseket tanulunk meg, és annyira csodálatos az is, hogy megtanuljuk az igeverseket, és az ige szól, bármilyen helyzetbe is kerüljenek, én hiszem azt, hogy Isten szent lelke felidézi a gyermekekben és a tanítványokban is azt az igét, és akkor abban a helyzetben erkölcsileg is jól fog dönteni. Azt gondolom, nem vagyok egyedül, aki egy külön adást meghallgatna erről a témáról, hogy a kamaszok és az érzelem, és ha nem mentek el innen nagyon-nagyon negatív élményekkel, és azt mondjátok, hogy még szívesen visszajöttök, akkor én erre ígéretet teszek a kedves tévénézőknek, hogy erről szívesen, nagyon szívesen beszélgetnénk. Azt gondolom, nagyon sokakat érint, és nagyon sok rossznak a forrása, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni, pedig nagyon sok áldás is fakadhatna belőle. A hittan tudása a gyerekeknek a sokszor egészen különböző, hogy földrajz
nagyjából egy szinten járnak, ott talán más kihívás van. Méghozzá az, amiről már beszélgettünk, hogy hogyan lehet a különböző tantárgyakba belevinni az Istennek az ügyét, hogy ne az legyen, hogy be van zárva az Isten a hittanórába. A földrajz erre azt gondolom, hogy azért sok területen nagyon alkalmas lehet, nem? Hát én amit szoktam, vagy mondtam nekik, hogy például meg lehet vizsgálni, hogy Isten mennyire jól alkotta meg a földet, hogy mindig mindennek van valami oka, és nem véletlen van, nem azért van, mert egy robbanásból valami lett, hanem mindennek megvan a maga helye, mindennek megvan a maga funkciója, és csak ha egy kicsi dolog nem jól működik, abból milyen nagy katasztrófák jöhetnek. És ezt a semmiből nem keletkezhet. A semmi nem hoz létre valamit. Ezt a földet, és az ember, akár az embert, a földnek a szerkezetét tökéletesen van megalkotva, hogy magát tudja regenerálni esetleg. És ez csak is egy magasabb erőtől jöhet, egy magasabb személynek a teremtéséből. Úgyhogy nagyon jól be lehet, vagy akár az olvasás. Ugye én alsóban is tanítok, és én nagyon szeretem ezért az olvasás órát, mert rengeteget lehet ebben is tanítani a Bibliát. Kérdezek egy nagyon nehezet, nem teljesen ehhez a témához kapcsolódik, de nagyon fontos és érdekes lehet, hogy az a földrajz tanár, aki nem keresztény, ugyanezt a világot látja, és mégis egészen más következtetéseket von le. Mi lehet ennek az oka? Hát mert ő tanult, megtanítottak neki valamit, hogy így lett a világ, és szerintem nem gondolkodnak el az emberek ezen. Tehát ezt tanították, ez van, de nem néz mögé a dolgoknak. Hogy tényleg ennyiből, hogy egyszer csak a semmiből lett egy ilyen tökéletes dolog. És ugye amikor Isten megteremtette, még tökéletesebb volt. És itt akár be lehet hozni azt is, hogy mondjuk, hogy minek lehetett a következménye azt, hogy egy picit így elmozdul a föld, vagy bármi annó, ugye, hogy akár vissza lehet vezetni Noéra, amikor volt az özönvíz, hogy ott valami történt a földdel. Aha. És azért áll úgy, ahogy állnak a dolgok. Aha. Igen, ez a teljesen egyetértek, amit mondasz abból a szempontból, hogy azt látjuk, ha nagy tudósoknak az életét nézzük, hogy minél jobban belásták magukat, akár a teista tudósok is a saját szakterületükbe, legyen ez akár az univerzumnak a csodája, vagy a mikro dolgok az ember működésébe. Nagyon sokan hitre jutottak, mert egyszerűen azt mondták, hogy ez nem lehet. De ha az ember nem gondolkodik el, és itt nem arról van szó, hogy az ember most sokak szerint legyen bigott, vagy nem tudom én mi, hanem tényleg tegyen föl őszintén kérdéseket, és keresse rá a választ. És azt gondolom, hogy akiben ez megvan, volt szó, hogy valaki kereste a választ lelki kérdéseire, problémáira, ott is megszólalt a Biblia, vagy ma a Biblia szól a gyülekezetről, meg akkor is, ha teremtett világot. Tehát erről Pál apostol is beszél értelmes vizsgálata révén, nagyon sok mindent megért az ember. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, vagyis, hogy itt voltál, mert te most még maradsz velünk, és folytatjuk a beszélgetést, és tényleg azzal a reménységgel búcsúzok el, hogy lesz lehetőségünk még találkozni, és erről nagyon fontos témáról beszélni. És mindazok számára még hadd mondjam, mielőtt az utolsó páros megérkezne, akik nem látják végig ezt a műsort, vagy kíváncsiak a korábbiakra, hogy az interneten keresztül most már szinte az összes műsor megtekinthető, és én ezért is tartom nagyon fontosnak ezeket a beszélgetéseket, mert akár ha majd fölveszünk egy műsort a kamaszok és az érzelmek kérdéséről, akkor utána ez a világhálón nagyon sok felé el tud jutni, és talán osztályfőnöki órákon, vagy bárhol segítségére lehet a kedves tévénézőknek, így biztatom is a pedagógusokat, ha megnézik a honlapunkat, a kutpax.tv.blogspot.com oldalt, ha jól emlékszem, ez a neve, de majd látják itt kiírva, ott meg tudják nézni, hogy eddig kik voltak a vendégek, milyen témákról beszélgettünk, és ezeket az adásokat a Pax TV archívumába meg is találják, vagy nyugodtan lehet nekem írni, és én szívesen elküldöm a helyet, ahol megtalálható. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad, és hát tényleg az Isten egy nagy szerkesztő, és így folytatjuk a beszélgetést, amikor egy művész ember, egy művész tanár fog érkezni. Lassan véget ér az a kétórás beszélgetés, amit az Örömhír általános iskola vezetőivel és pedagógusaival folytattunk. Az elmúlt héten találkozhattak az iskola vezetőivel, most pedig pedagógusokkal, és remélem, hogy továbbra is azt a szeretetet és azt az örömet érzik a kedves tévénézők is az elhangzók szavaiból, amit mi átélünk itt a stúdióban. Én nagyon szívesen és nagyon hosszan beszélgetnék még a vendégekkel, és valószínű, hogy a következő időben találkoznak majd a tévénézők
velük egy-egy hosszabb beszélgetés keretében, akár Erikával az érzelmek és a kamaszok témakörben, de sok-sok minden érdekes dolog elhangzott, akár amit te is mondtál a földrajz és az Isten kapcsolatáról. Nagyon sok pedagógus megszólalt, és nagyon sok diák, hát még hátra van a művészi oldala az egésznek. Így köszöntöm sok szeretettel Tihanyi Imrét. Az iskolában, ha jól tudom, akkor éneket és rajzot tanítasz. Így van. Mielőtt erre rátérnénk, egy pár szóba szeretném, ha elmondanád az élettörténetedet. Hát ez mindig nagyon nehéz 2-3 percben elmondani, nem tudom pontosan hány éves vagy 20-30 évet az ember életéből, de keresztény családból származol-e? Mikor gondoltál, hogy pedagógus lesz-e? Mikor találkoztál az Istennel és az iskolával? Mikor találkoztál? Én 18 évvel ezelőtt értem meg egy hívő felmenőkkel rendelkező családban, bár a szüleim először nem éltek hívő életet alapvetően, de én már valahogy abban az időszakban születtem, amikor már úgy kezdett Isten belépni a családba, erőteljesebben. Így hát viszonylag fiatalon tudtam eldönteni azt, hogy igen, én Istent akarom követni, amikor megéreztem azt a fajta Isten nélkül valóságot, és azt a fajta kiszolgáltatottságot, amire csak Isten lehet a válasz. És ekkor Isten belépett az életemben, és azóta ezen az úton járok. Uh-huh. Gondolom később jelentkeztél akkor a pedagógus pályára, vagy igen, hány évesen döntötted? Van egy szám, kíváncsiak, hogy hány éves korodat mondod, van egy szám, ha azt mondod, akkor nagyon meg fogok lepődni. Hány éves korodban döntötted, hogy pedagógus leszel? Ha fél évvel ezelőtt megkérdeznek engem, hogy én az Örömhír iskolába fogok tanítani, akkor nevettem volna azon az illetőn, hogy mit gondol. Én teljesen más területen dolgoztam az utóbbi években, bár művész diplomám van. Aha. Hát, nagyon jó a kérdés, ilyen szempontból. Hát nem tudok. Fél évet tanítasz? Most kezdtem szeptemberben a tanítást, előzőleg egy műszaki területen dolgoztam. Műszaki, aha. Mikor lediplomáztam, akkor egy törvénymódosítás miatt gyakorlatilag el lehetetlenítették, hogy én dolgozhassak, és most kerültem vissza úgymond a pályára. Azért kérdeztem, ebből a szempontból te nyertél ugye a 4 éves korral, aki már a plüsmackóknak is órát tartott. Akkor is földrajzórát tartottál? Nem. Általában, hát mindent matekot, már a magam szintjén hogy egy, mit tudom én, virág, meg még egy virág, aha, ugye, akkor még nem nagyon, meg meséket mondtam nekik. Aha. Mert itt többen elmondták, hogy 12 éves koruktól tudják, hogy pedagógusok lesznek. Ezért kérdeztem csak, hogy ez itt mindenkinél így van-e? Alapvetően a zenei pályánál nem feltétlenül pedagógusi területen gondolkodnak, hanem sokszor művész pályában. Aha. Én ezt nem tudtam sokáig eldönteni. És őszintén szóval igazából ehhez értettem, ehhez volt kedvem, és ezt csináltam végig. És hogy jött a hívás, hogy ebbe az iskolába tanítsa? Volt egy isteni oldala, amikor Isten nagyon egyértelműen szólt nekem, hogy mint a hős kezeiben a nyilak, olyanok a serdülői fiak, boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg a tegezét. Aha. Bizony nem szégyenül meg soha, ha ellenségeivel szóváltása van a kapuban. És úgy gondolom, hogy ez a pedagógus pályára nagyon ráillik, és ahogy ez nagyon erőteljesen szólt, meg ahogy a körülményeim alakultak, egyértelműen azt láttam, hogy nekem itt van a helyem. Uh-huh. Arról beszélgettünk, az előző beszélgetés vége felé, hogy a földrajz oktatásban hogy tud megjelenni az Isten, hogyan lehet ott is bizonyságot tenni, és Anita ezt nagyon jól elmondta. Azt gondolom az ének erre különösen alkalmas, nem? Hogyne, hogyne.
nagyon jó együtt énekelni a gyerekekkel. És énekelnek? Énekelnek, igen. Igen. Pont Anita osztálya egy különleges példa erre. Valami többet élek meg velük, mint puszta éneklés, és ezek nagyon értékes pillanatok a számomra, amikor szokták azt mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és tényleg mint egy jó illatú áldozat, sokszor olyan egy-egy óra, ahogy Isten dicsérik a gyerekek az énekeikkel, az őszinte megnyilvánulásaikkal, és ahogy ők kérik a dalokat. Nyilván van nekem is egy tanmenetem, amit tartani kell, de amikor kérik, hogy inkább dicsőítsünk, vagy inkább ilyen énekeket énekeljünk, akkor én hajlok rá, könnyen elcsábulok, és jó látni azt, hogy Isten munkálkodik a gyerekek között. Meg ahogy a szünetekben is hallom, ahogy dalolásznak, és mondják a kis bizonyságaikat. Feleségem ugye énektanárként dolgozott, és középiskolások között, és éppen a napokban mutatott egy kis filmet, amit a folyosón vettek fel a fiatalok, egy olyan osztály, amelyik abszolút nem keresztény háttérből érkezett, és elküldtek neki egy dalt, talán az Áldom Szent Neved, vagy nem tudom melyik dalt, és mondták, hogy mennyire hiányzik ebből az iskolából. Tehát ez tényleg így van, hogy egy-egy énekóra, az szinte Isten tiszteletté tud válni, és azért ez egy nagyon látni, hogy ez neked is milyen sokat jelent. És hát a kedves tévénézők látják azt, hogy tényleg az Úristen szerkeszti ezt a műsort, mert Erika hallhatta, hogy Hanna beszél az ő itt tanuljáráról, most pedig úgy ütök itt egymás mellett, hogy pont ez az osztály jelent nagyon-nagyon sokat. Ők most hanyadikosok? Másodikosok. Ők most másodikosok. Igen. Azt, hogy kérdezzem még tőled, és nagyon-nagyon kevés időnk van, hogy ha össze kéne foglalni egy szóval, tudom, nagyon nehéz, akkor mi az ami a leginkább megfogott téged ebben az iskolában pedagógusként? Szeretet. És elfogadás, ezt a kettőt mondanám. Uh-huh. Szeretet és elfogadás. Mindazok, akik velünk töltötték ezt az elmúlt egy órát, azt gondolom, hogy ezt nagyon-nagyon átérezhették. Minden hozzászólónak a szavában benne volt a szeretet és az elfogadás. Hallhattak arról a kedves tévénézők, hogy mit jelent ebbe az iskolába diákként járni, mit jelent pedagógusként olyan közösségben dolgozni, ahol a pedagógusok nem munkatársai csak egymásnak, vagy rossz helyeken sokszor még farkasai egymásnak, hanem tényleg szeretetben hordozzák egymást és imádkoznak, és ahol az a legfontosabb mindenkinek. És elmondhatom, hiszen a kis lányom oda jár a portástól egészen az igazgatóig. Mindenkinek az a célja, hogy ezek a gyerekek minél közelebb kerüljenek az Istenhez, és minél több lehetőséget kapjanak arra, hogy az Isten szeretetével találkozzanak. Minden információt, ami az iskolával kapcsolatos, szívesen elküldünk e-mailbe is a tévénézőknek, látják majd kiírva is ide az adásnak az oldalára, és a beszélgetés végén is. Nyugodtan keressék őket, ha azt szeretnék, hogy egy valóban áldott hangulatú, valóban Istennek tetsző helyen tanuljanak a gyerekek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm a korábbi vendégeknek, mindenkinek jó pihenést, viszontlátásra! Több ezer életen át bennem élő szerelem, a kapukon áttörve megpihen a szívedet. Több ezer életen át bennem dúló fájdalom, szerte foszlik a fényben, felolvad az hajkadon. Több ezer életen át felsíró vérző sebek összefornak, gyógyulnak, ha érzik meleg kezed. Több ezer életen át hívtalak és vártalak, s lelkem mélyre úszva magamban megtaláltalak. Magamban megtaláltalak, magamban megtaláltalak. Megtaláltalak, magamban megtaláltalak.